Bájás Zsó a polgári pikniken. Bájás Zsolt publicista Horváth Istvánnal Tolna megye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjével közösen tartott fórumot a Dunamenti Polgári Egyesület programján Tolnán. Az újságíró többek között elmondta, jogosan félhetnek az emberek a baloldali koalíció hatalomra jutásától. Az alapkérdés valóban ez. Képesek egyáltalán a kormányzásra? Ha engem kérdez, hogy modellezzük és feltételezzük ezt a koalíciót, amit hatalomra jut. Most képzeljék el, ahogy Gyurcsány, Jakab, Hatházi, Szabó, Tímea eleve összeférhetetlen, elképesztő, öntörvényű, önfejű, erőszakos, agresszív emberek, akik aztán most még összekényszeríti őket a hatalomvágy. Ha ez megszűnik, ez a kényszer, egyrészt egymás torkának esnek, másrészt homlok egyenest ellenkező ötletekkel állnak elő. Tehát a kormányzó képesség az eleve minimum megkérdőjelezhető. Azon kívül, mivel tudjuk, hogy Gyurcsány az, aki ebben az egészben a vezető szerepet viszi, magától értetődő, hogy a végén úgyis az ő akarata dominálna. És mi ez az akarat? Mindenben kiszolgálni Brüsszelt és a nyugatot. Ez nem olyan bonyolult. Ez a kiszolgálás pedig Brüsszel politikai prioritásaimik. A migráció szabaddá tétele és legalizálása, az adók megemelése, a zöld politika mentén mindenféle új adók bevezetése és rákényszerítése azokra, akik ezt nem akarják. A versenyképességük, a közép-európai országok versenyképességének a tönkretétele, megszüntetése. Magyarán minden ott folytatódna, ahol 2010-ben abban maradt. És csinálnák megint 2-3-4 évig, utána megint megbuknának, de és mi megint előről kezdhetnénk, de miért kell mindig mindent előről kezdeni? Nem lenne egyszerű folytatni? Bájás Zsolt úgy látja, hogy a 2021. évi előválasztások kimenetele már eldöntetett. A helyek 10%-ától eltekintve a 90%-ban előre lemeccseltek és lejátszottak mindent. És csinálnak egy ilyen színjátékot, ők a demokraták, és mindenki szabadon szavazhat, hogy ki legyen. Ugyan már kérem, mindenhol előre megegyeztek, visszaléptették egymás jelöltjeit, levajazták, lezsírozták, pontosan tudják, hogy hol ki indul, pontosan tudják most, hogy ebben a most légkoalícióban résztvevő pártnak a végén majd hány helye lesz, ahol valóságosan elindul, és ebben is Gyurcsány akarata érvényesül. Persze, hogy színjáték az egész. A publicista minősíthetetlennek tartja azt, hogy az Európai Unió a gyermekvédelmi törvény elfogadását követően felfüggeszteni a helyreállítási alap kifizetését Magyarországnak. Mindig kiszokták maguknak kérni, amikor az ember azt emlegeti, hogy Brüsszel lassan kezd olyanná válni, mint Moszkva volt 40 évvel ezelőtt. Pedig amikor ilyenek történnek, akkor azt kell mondjuk, hogy pedig de. Tehát Brüsszel képvisel egy politikai akaratot. Van egy politikai szándéka, van egy egyébként teljesen értelmezhetetlen és elmebeteg elképzelése a világról. És ha valaki ezt nem osztja, akkor a lehető legnyersebb erőszakkal, katonai erőszakot nem alkalmaz, mert nincs is neki, de egyébként a legnyersebb, legbrutálisabb gazdasági erőszakkal megpróbálja ezt az akaratot rákényszeríteni azokra, akik nem állnak be a sorba. Ez elfogadhatatlan.